Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Kukorica és napraforgó fajta bemutatót, valamint szakmai napot szervezett közösen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Déli Agrárszakképzési Centrumhoz tartozó Déli Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskola. A cél a gazdák hatékony tájékoztatása volt. A legújabb szemes kukorica és napraforgó fajtákkal ismerkedhettek meg a gazdák a Szekszárd melletti kísérleti szánton. A programot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Déli Agrárszakképzési Centrumhoz tartozó Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola szervezte. A fajtaválasztás mindig nagyon-nagyon fontos eleme volt a mezőgazdasági technológiáknak, és ez az utóbbi időszakban egyre fontosabbá válik. Két dologból kifolyólag is. Az egyik, hogy egyre hektikusabbá, egyre kiszámíthatatlanabbá válik úgy csapadék, mint hőmérséklet szempontjából az időjárásunk. Ez az idei évben is tapasztalhattuk, egy rendkívül csapadékszegény évnek vagyunk a végén, gazdálkodási évnek vagyunk a végén, amit sajnos jégesők is tarkítottak. Ez a nemesítőknek a feladata, hogy adott területhez megfelelő időt, tehát adott klímához kinemesítsék azokat a fajtákat, ami a gazdáknak a leginkább megfelelő. Nyilván nekik a céljuk az, hogy minél nagyobb hozamot tudjanak elérni adott területen. Erre megfelelő a fajta bemutató, hogy összetudják hasonlítani a fajta tulajdonosoknak a fajtáit. A nemesítést végző vállalkozásoknak tehát egyre gyorsabban és hatékonyabban kell reagálniuk a korábbihoz képest sokkal szélsőségesebb időjáráshoz. De nem csak azért hasznosak a fajta bemutatók, hogy a klimatikus viszonyokhoz leginkább alkalmazkodni képes új növényeket megismerjék a gazdák. A másik dolog pedig, ami miatt nagyon-nagyon fontos lesz úgy gondolom a fajta választás, hogy az Európai Unió, Európai Bizottság a tavalyi év végén mutatta be a zöld megállapodást, ami azt gondolom, hogy nagy kihívás elé fogja állítani az elkövetkezendő időszakban a mezőgazdasági termelőket. Mivel 2030-ig 50%-kal kell csökkentsük a növényvédőszer felhasználást, 20%-kal kell csökkentsük a műtrágya felhasználást, és az ökológiai területeinknek a nagyságát pedig 25%-ra kell emeljük. Vagyis mindössze 8 év van arra, hogy a szántóföldi mezőgazdasági termelést teljesen új alapokra helyezzék idehaza. Ezért rendkívül fontos, hogy az őstermelők minél gyakrabban és részletesebben ismerkedhessenek meg az új technológiák nyújtotta lehetőségekkel. Éppen ezért hasznosak a hasonló fajta bemutatók. Itt egymás mellett láthatják a gazdatársak azokat a nagyobb mértékben köztermesztésben lévő fajtákat, és ugyanazon a körülmények között, ugyanolyan technológia mellett össze lehet hasonlítani, hogy melyik mit tud. A fajta bemutató komoly támpont a gazdálkodóknak a tekintetben, hogy pontosan miből vessenek. Mi Bölcskerére kezdtünk, családi gazdaságban gazdálkodunk. Azért tartjuk fontosnak az ilyen fajta bemutatókat, mert viszonylag közel a mi térségünkhöz megismerhetjük az olyan fajtákat, amit egyébként még sose hallottunk róla, vagy még nem láttuk. Ez nagy segítségre van abban, hogy a következő évben eldöntsük, hogy melyik irányba mozdunk el esetleg. Ha egy fajtát mondjuk kivezetnek, akkor helyette miért állítsunk be. Egy-egy fajtát, hogyha tetszetős, az több éven keresztül is megnézzük fajtasorban, és hogyha azt kiegyenlítettnek látjuk, és szépnek minden évben, akkor bátran merünk hozzányúlni, és abból termeszteni. A fajta bemutatót szakmai nap követte, ahol a gazdák az új technológiákkal és növényfajtákkal kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg. A Tolna megyei szakképzési centrum tanulói létszámnövekedéssel kezdte az idei tanévet, ami a megváltozott oktatási rendszernek köszönhető. A tagintézmények nyílt napokkal készülnek a 2022-2023-as tanévre, melynek részleteiért érdemes nyomon követni azoknak az intézményeknek a weboldalait, ahol a diákok a továbbtanulást tervezik. A beiskolázási eredmények az előző tanévhez képest 15%-os növekedést mutatnak, tudtuk meg Dömötör Csabától, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárjától. Jelzi azt, hogy mi is sikeresek vagyunk, és hogy a szakképzési rendszer átalakítása is jó úton megy, hiszen azt hajtjuk végre. A szakképzési centrum intézményeiben az előző tanév és a nyár folyamán zajló átalakítások tartalmi, szerkezeti, módszertani átalakulást jelentenek.
Azok a tanulók, akik bejönnek hozzánk, ők már ösztöndíjat kapnak alanyi jogon 9. évfolyamtól, és hát a másik, ami már nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok tanulónk átlépett az új típusú duális képzésbe, ahol viszont ők már munkabért kapnak, és egy más típusú foglalkoztatással, de szakképzési munkaszerződéssel dolgoznak. A Tolna megyei szakképzési centrum számos iskolájában zajlottak felújítások az elmúlt tanévben. Bonyhádon a diákok már egy megújult épületbe kezdték meg a 2021-2022-es tanévet, míg a dombóvári Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumban két tanterem újult meg, emellett pedig eszközfejlesztések is zajlottak az zökkenőmentes oktatás érdekében, mondta el a kancellár. Az elmúlt évben és az azt megelőző években is folyamatosan törekszünk arra, hogy az iskoláinkat fejlesszük, felújítsuk. Ezek részben infrastruktúrális fejlesztések, részben módszertani fejlesztések, részben eszközfejlesztések. A legjelentősebb fejlesztések Bonyhádon történtek az elmúlt évben. Az új tanévet már most 2021. szeptember 1-től a megújult Jókai utcai épületben kezdte az iskola. Az épületet az önkormányzat újította fel külső állapotába, illetve energetikai felújítást végzett, és a belső felújítást végezte a szakképzési centrum. Megújultak a vizes blokkok, a tantermek, a tanári szoba, a kiszolgáló helyiség. És hát másik egy nagy felújításunk volt Dombováron az Apáczai iskolának, a homlokzata újult meg, két tantermet újítottunk fel, teljes körűen eszközöket szereztünk be, és hát az eszközfejlesztéseink azok minden iskolában nagyon jelentősek. Szekszárnon a Bezerédiben egy okostermet állítottunk szolgálatba, ami egy digitális felszereltségű, nagyon komoly szaktanterem. Nagyon sok további digitális IKT eszközt vettünk, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos terület, hogy ezek a fejlődések meginduljanak, és ezek a kompetenciák erősödjenek, illetve hát a szakmai oktatáshoz is sok fejlesztésünk van. Nyertünk egy pályázatot, ágazati képzőközpont létrehozására Szekszárnon, az Adi iskolának a gépjárműves tanműhelye kerül felújításra, illetve van már most folyamatban ez a munka, és hát itt egy új típusú gyakorlási helyet, egy új típusú duális képzőhelyet fogunk létrehozni. A Tolna megyei szakképzési centrum már a 2022-2023-as tanévre készülve várja azokat a diákokat, akik az intézmény által fenntartott iskolákban képzelik el a továbbtanulást. Az iskoláink nyitva állnak, az iskolák készülnek erre, hogy megnyitják a kapuikat, hívják és várják az általános iskolásokat, hívják és várják nem csak az általános iskolásokat, az ő szüleiket és felnőtteket is. Erre egy külön rendezvénysorozatot szervezünk, amivel rövidesen jelentkezni is fogunk. A pályaválasztásban még bizonytalan fiatalokat és a tanulni vágyó felnőtteket is várják majd a tagintézmények nyílt napjai, ahol betekinthetnek az érdeklődők az iskolák mindennapjaiba. A korábbinál hatékonyabb, könnyebben használható pályázati rendszer várja majd a vállalkozásokat 2022-től. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. Fischer Sándor, a kamara elnöke azt mondja, fontos lenne, hogy a jövőben a legkisebb cégek is igénybe tudják venni az állami uniós támogatások minél nagyobb hányadát. Különleges tájékoztató napot szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A cél az volt, hogy az érdekképviseleti szervezet tagjai első kézből értesülhessenek az általuk a következő időszakban igényelhető támogatásokról. A gazdaság újrakezdését próbáljuk elősegíteni azzal, hogy a vállalkozóknak tájékoztatást fognak adni államtitkár úr, illetve a munkatársai. Gazdaság újrakezdésben két pontot emeltünk ki. Egyrészt a pályázatok, amelyek elősegíthetnék, hogy a kisvállalkozók is jobban tudjanak teljesíteni. A másik nagy terület pedig a képzés, elsősorban a felnőtt képzés, hiszen a képzés területén talán elő tudjuk segíteni azt, hogy megfelelő létszámú munkaerő legyen. Pedig Tolna megye kifejezetten jól áll a foglalkoztatottságot tekintve. Tavaly az ország megyéi közül itt dolgoztak a legtöbben. Nálunk volt a 2020-as évben a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta, tehát 2,8%, ilyen még nem volt. A foglalkoztatás viszont megnőtt, és nincsen megfelelő olyan létszám, amely a munkaerő igényt ki tudja elégíteni, hiszen láthatóan
tényleg beindult a gazdaság, és egyre több munkaerő kell a foglalkoztatás területén. Tehát az egyik kritérium, a másik kritérium lenne a nyersanyag, alapanyagok szállítása. Itt úgy néz ki, hogy a gondok megnövekedtek az utolsó negyed évben, és várhatóan, már ezt is látjuk, a számok, illetve a tájékoztatások alapján a következő negyed évben a nyersanyagok, az alapanyagokban jelentős gondjaink lesznek. A gazdaság újraindítását 600 milliárd forinttal, a felnőtt képzést pedig 70 milliárd forinttal támogatja a kormány. Az újraindítás jegyében egy közel 600 milliárdos kerettel indult el a feltételesen visszanemtérítendő támogatások köre, amit beruházásra, technológiafejlesztésre, innovációra és képzésre vehetnek igénybe a vállalkozók. A felnőtt képzésre, a vállalati képzésekre pedig 70 milliárd forint áll a vállalkozások rendelkezésére, mondta el a fórumon György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Gyorsabb, egyszerűbb és áttekinthetőbb lett a pályázati rendszer. Ez azt jelenti, hogy az eddigi eszközpályázatoknál 8-9 hónap volt az átfutási idő átlagban, mostantól ez 2-3 hónapra rövidül. Ami még nagyon fontos, hogy nem sima visszanemtérítendő támogatási formák vannak, hanem úgynevezett feltételesen visszanemtérítendő támogatási formák. Elterjedt az a közhiedelem, hogy ingyen pénzt kapnak a vállalkozók és a vállalkozások, ez nincs így. Feltételeknek kell megfelelniük, a hazai gazdasági növekedést kell húzniuk, a magyar gazdasági növekedés kétszeresével kell bővíteniük a bérüket, a foglalkoztatást, tehát a munkahelyek számát, vagy éppen a nyereségüket, amit reményeink szerint visszaforgatnak a tevékenységükbe. Vagyis a jövőben a támogatások csak akkor maradnak meg visszanemtérítendő formában, ha az azokat felvevő cégek például digitalizációra vagy termékminőségjavításra költenek. Ha viszont ezeket a feltételeket nem teljesítik a vállalkozások, akkor az elnyert pénzek kamatmentes hitellé válnak. De nem csak a vállalkozásokat segíti az újraindítási program során a kormány, rengeteg pénz jut az oktatásra is. Az a célunk ugyanis, hogy a magyarok fölkészüljenek a 21. század technológiai kihívásaira, ezért alakítottuk át a felnőtt képzési rendszert, ezért fejlesztjük a szakképzési rendszerünket, ezért adunk annyi pénzt az egyetemek fejlesztésére, amelyre az elmúlt 650 évben nem került sor egyszer sem, több mint 2600 milliárd forint fog az egyetemi rendszer fejlesztésére, az egyetemek részére rendelkezésre állni. Az a célunk ezzel, hogy a gyorsan változó technológiai környezetben, a 2020-as években és a 2030-as években a munkaerővel szemben támasztott, megnövekedő és gyorsan változó igényeknek a magyar dolgozók, a munkaerő meg tudjon felelni. Erről szól a program, erről szólnak a programjaink, erről szólnak a fejlesztéseink. A gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs már több mint 500 javaslatot fogadott el, hogy minél vállalkozóbarátabb legyen a gazdasági környezet. Ez egy evolúció, egy fejlődési folyamat. Az nagyon fontos, hogy mindig azt tekintjük szem előtt, hogy hogyan tudunk harmóniában élni a környezetünkkel, a teremtett környezetünkkel. Tisztul-e, szépül-e az országunk, újra tudjuk-e hasznosítani a hulladékokat, amelyek keletkeznek, felszámoljuk-e az illegális hulladéklerakatokat, tudunk-e tisztán energiát előállítani, vagy ami mondjuk széndioxid keletkezik, azt elnyelik-e a fáink, erdőink, ezért telepítünk fákat a megszületendő gyermekek után. Arra törekszünk, hogy harmóniában éljünk az épített környezetünkkel, hogy mindenki azt érezhesse, természetesen a saját teljesítménye alapján is, a saját berakott teljesítménye alapján is, a közösségbe fektetett teljesítménye alapján is, hogy a környezete megszépül, egy út megújul, kerékpárút épül, a gyorsforgalmi úthálózat révén közelebb kerülnek a szerettei hozzá, távol élő szerettei hozzá, biztonságosabban eljut a munkahelyére. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy a köztereink, a középületeink fejlődnek-e, épül-e egy új uszoda, megújul-e az iskola, napelemek kerülnek-e az iskola tetejére. Ezt szeretnénk elérni, erről szólnak a programjaink, valamint arról, hogy mindenki tudjon, és ezt érzékelje is, minden évben egyet előre lépni. És az, a lépés hossza az pedig összhangban legyen a munkájával, a tudásával és a kockázatvállalásával, a vállalkozó szellemével, vagyis a befektetett teljesítménnyel.
A kormányzat egy új információs portállal is segíti a vállalkozókat. A Vali, vagyis a személyre szabott vállalkozási információs portál célja a társas vállalkozások számára gyors, hiteles és személyre szabott információk biztosítása a vállalkozásokat leginkább érdeklő témakörökben. Nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy a jövőre fel tudjunk készülni a vállalkozók és a munkavállalók egyaránt, ahhoz nekik tudniuk kell, hogy hol találnak tudást és támogatást ahhoz, hogy fel tudjanak készülni a 21. század kihívásaira. Ezért hoztuk létre a VALIT, a Vállalkozó Információs Portált, hogy a vállalkozók testre szabott információkhoz jussanak az ömében államilag támogatott lehetőségekről. Minden a számukra rendelkezésre álló államilag támogatott lehetőség, támogatás, jelen pillanatban 0%-os hitel, képzési lehetőség rendelkezésre áll a VALIN. Három kattintás után csak azt találják meg, amire nekik szükségük van. Nem kell három napon át kereskélni a különböző lehetőségek közül, és azonnal el tudják kezdeni a programokhoz való kapcsolódást. Itt egy nagyon fontos programot szeretném még fölhívni a figyelmet, ez a Modern Minta Üzemek program. Megkértünk 100 vállalkozást Magyarországon, külföldieket, hazaiakat egyaránt, akik már alkalmazzák a jövő technológiáit, hogy mutassák be ezt a többi vállalkozónak. Van egy országtérképünk, a VALIN megtalálják a Modern Mintaüzemek programot, és ki tudják választani az országtérkép alapján a számukra érdekes technológia alapján azt a céget, ahova el tudnak menni, meg tudják látogatni valós környezetben, a saját tevékenységi körüknek megfelelő működési környezetben tudják megnézni ezeket a technológiákat. A következő 7 éves uniós ciklus pályázatai várhatóan jövő tavasszal jelennek meg. A szőlő jövedelmezőségét minden évben jelentősen befolyásolják a növényvédelmi kiadások. Úgy tűnik, az átlagnál is jobb évjárat ígérkezik, ugyanis a gomba betegségek, a szürke és fekete rothadás elleni küzdelem nem okozott plusz kiadásokat az ágazat termelőinek. Füzi István növényvédelmi szakember azt mondja, a szőlőkabóca mellett egy másik állati kártevő is megjelent, ez az aknázó moly, ami már a Tolna megyei borvidékeken is jelen van. Ilyen szépen kifejlett kékszőlőfürtökkel gyakran találkozhatunk, mint ezen a szekszárdi kékfrankos sorokon, mind a szekszárdi, mind a tolnai borvidéken. Márhol persze mindent megkapott a növény, ami feltétlenül kell neki, és a növényvédelem időarányos, szakszerű volt. Ez persze nagyban annak is köszönhető, hogy a szőlő három legfőbb ellensége a lisztharmat, a perenoszpóra és a szürkerothadás ellen az idén nem volt túl nehéz felvenni a küzdelmet a kisebb-nagyobb termelőknek. A közép- és későérésű fajták még október közepéig a nagy minőség reményében kint alszanak. Amennyiben rendkívüli nagy esőzések nem lesznek, Füzi István fejlesztő mérnök, növényvédelmi szakember állítja, a szürkerothadásnak is kicsi a valószínűsége. Ha eddig megúszta a szőlő és minimális a fertőzöttség, már pedig most nagyon úgy néz ki, van, ahol nem is lehet még észlelni a botrytiszt, esetenként beindult már, de azokat a kritikus fajtákat zömmel már le is szedték, amelyek nagyon rothadásra hajlamosak, a fehér borszőlőfajták, azok a korai vörös borszőlőfajták, és amik most kimaradnak, azok már nem annyira. Tehát ahhoz már valami extrém módon csapadékos idő kellene, hogy ebből még egy súlyos rothadás összejön. Én ennek nagyon kicsi esélyét látom. Hosszabb szünet után 2019-ben jött egy perenoszpóra járvány, tartottak is tőle a gazdák most is, de az idén a vártnál gyengébben volt és van jelen ez a gomba betegség. A szürkerothadás kialakulásához szükséges feltételek sincsenek jelen. Ha addig jól megvédtük a szőlőt, így augusztus végén, és akkor még utoljára egy záró permetezést végzünk, akkor azzal már olyan nagy baj nem történik. Az, hogy vitorlán megjelenik itt-ott, az már olyan nagy kárt nem okoz, esetleg elkezd a vitorla levélzete itt-ott hullani, még az se. A jelen esetben pedig itt a mi borvidékünkön, itt minimális a peronoszporának az előfordulása. Tehát itt is nézegettük most 5 percen keresztül, és nem találtam benne peronoszpora tünetet, tehát alig van peronoszpora, ennek itt semmiféle esélye nincs arra, hogy kárt okoz. Gyakorlatilag így utólag meg lehet állapítani, hogy a peronoszpora ellen az idén itt a szőlőültetvényeknek a nagy részén, mondhatnám talán mindenhol, védekezni se kellett. Ellenben a peronoszporával általában együtt járó másik fő betegséggel, a lisztharmattal a 2014-es járvány óta és előtte is szinte minden évben folyamatosan védekezni kellett, mert jelen volt, jelen van.
Nem volt ez másként az idén sem. Aki időben észrevette és nem hagyott ki permetezéseket, az rutinból is megvédhette a szőlőjét, a lisztharmattól is, a gyenge közepes fertőzés negatív hatásaitól. Azok az igazi járványos évek azok nincsenek. Utoljára 2014-ben volt egy ilyen nagy erejű járvány, és azóta végig ez a közepes fertőzés, hol egy kicsit gyöngébb az átlagosnál, hol egy kicsit súlyosabb. Ez most olyan egy kicsivel gyöngébb volt. Kellett védekezni a lisztharmatán azért mindenképpen kellett védekezni, ahol ezt nem tették meg, ott látszik, hogy a termés azért jelentősen kisebb, és hát a minősége is ilyenkor nagyon leromlik, hogyha lisztharmatos a szőlő, tehát egy kicsi lisztharmatot se szoktunk megengedni, nagyon minimális az, ami elfogadható. Azt szoktuk mondani, hogy a bogyókon olyan 1-2%-os borításnál nagyobb semmiképpen nem kívánatos már, annyi még belefér. Vagyis egy átlagos védekezési program elég volt. Azért a kertbarátkori szinten előfordulhat, hogy kihagytak permetezéseket, és erősebb szereket használtak a termelők, mint az indokolt lenne. A szakember sportnyelven szólva azt mondja, sokszor nem jön be ez a taktika. Ilyen körülmények között is, amik most voltak, tehát fontos az, hogy jól válassza meg valaki a szereket, és hogy azért mindenképpen azokat az időközöket, amiket ajánlunk, ez a 10-12 napos védekezési időközöket, ezeket lehetőleg sokkal ne lépjék túl. Szóba hoztuk a délről délnyugatról begyűrűző úgynevezett mediterrán betegségeket, az állati kártevőt, a szőlőkabócát, az általa okozott, akár tőkevesztéshez is vezethető levélsárgulást, a fitoplazmát, amely szerencsére a szekszárd és a tolnai borvidéken nincs igazán komoly mértékben jelen. Lárvák szintjén Füzi István az idén is találkozott a kabócával. Volt olyan, hogy szinte minden egyes levélen találtam egy-egy lárvát belőle, tehát ennek a gyakorisága az egyre nagyobb, tehát sok van belőle, és oda kell figyelni. A védekezés nem van túl bonyolult, mivel egy nemzedéke van ennek a fajnak, egyszer kell jól eltalálni egy gyógyszerrel a védekezés, valamikor a virágzás utáni időszakban, ugye a sörét nagyságú bogyó állapotnál, és akkor ezzel nagyjából megoldjuk azt, hogy a kártevőt azon a részen elpusztítjuk. Sajnos, ami az állati kártevőket illeti, bizony van új a nap alatt. Úgy 2-3 évvel ezelőtt észlelték a növényvédelem hazai szakemberei egy újabb, szintén Amerikából származó moly jelenlétét, érdekes rajzolatát a levélen, igazándiból még nem ismerjük őt. Az a kígyóaknás szőlőmoly, amit most egy 3-4 éve észlelünk itt a borvidéken, különösen ott lehet látni, ahol egyáltalán nem védekeznek, ilyen házikerti lugasoknál, meg ott található meg, ilyen pici kis aknákat válj ez a kártevő a szőlőnek a levéllemezébe, és a levéllemeznek a két oldalon belül ott rágja ki az aknát magának, és hát egy szép kígyó alakú lesz az akna, innen kapta nevet, hogy kígyó aknás szőlőmolyán. Most kutatjuk mi is, hogy tulajdonképpen milyen a biológiája ennek. Nekem is van csapdám kint, amivel rendszeresen megfigyelem ezt a kártevőt, és az látszik, most érdekes módon, eddig úgy föltételezték, hogy két nemzedéke van, és Magyarországon egy harmadik, egy ilyen csonka nemzedék is kifejlődik. Én most úgy láttam az idén, hogy alapvetően 4 nemzedéket lehet szépen elkülöníteni. Aktuális kutatás tárgyát képezheti nemzetközi és hazai szinten is a kígyóaknás szőlőmoly keletkezése, jelenléte, főleg az, milyen károkat tud okozni. Az idei tapasztalati tények alapján lehetünk optimisták, a szélsőséges időjárás, a hideg tavasz, a meglehetősen száraz nyár után Füzi István például jóval kevesebb ilyen rajzolatú levéllel találkozott, mint az elmúlt 2 évben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.